Ferenc pápa hatodik nemzetközi útja Európa és Ázsia határán fekvő Törökországba vezet, ahol, ahogyan a Szent Atya fogalmazott, Péter meglátogatja testvérét Andrást. A pápai látogatás biztonsági intézkedéseit tovább erősítették, az iszlám állam terroristáinak merényleteitől tartva, erről cikkezett a napokban a Corriere della Sera olasz napilap. A lap úgy tudja, a pápai állam biztonsági szolgálata magányos farkas, vagyis magányos terrorista merényletének kísérletétől tart. Bár Federico Lombardi szentszéki szóvivő szerint a helyi hatóságok feladata lesz az egyház fő biztonságának garantálása. A pápa biztonságát felügyelők feladatát maga Ferenc pápa nehezíti meg, akit még arra sem tudtak rávenni, hogy páncélozott gépjárművet használjon. Köztudott, hogy Ferenc pápa minden biztonsági korlátozást nehezen visel, és nem hajlandó lemondani szokásairól, elsősorban arról, hogy közel menjen az emberekhez a legnagyobb tömegben is.